Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 30-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak El Simon Lászlóval a most megjelent új könyvéről, majd egy beszámoló következik egy castingról, amelyet a Vörösmarty Színház hirdetett meg, végül pedig búcsút veszünk Dínyés Józseftől. Tartsanak velünk! Új kötettel jelentkezett El Simon László a Kiviszi a puskát emlékezet és politika című könyvben az európai kulturális identitás harcról olvashatunk. Szép jó estét kívánok! Megjelent El Simon László Kiviszi a puskát emlékezet és politika című új könyve a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában. A kötetben a József Attila Díjas író országgyűlési képviselő 2017 és 2020 között született írásaiból, esszéiből, kulturpolitikai elemzéseiből olvashatunk válogatást, mutatom a kötetet, és természetesen vendégem a Paletta magazinban a szerző. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz! Nos, hát én egy részletet olvasnék fel az előszóból, mégpedig azért, nem csak azért, mert Boros Péter volt miniszterelnökünk, tisztelte meg ezt a kötetet azzal, hanem azok a gondolatébresztő szavak, amelyekkel bevezeti ezt a könyvet, azt hiszem mindannyiunk számára fontosak. Erre a könyvre szükség van, mondja. Különösen most, amikor egyre dühöttebb támadások érik az országot és a kormányzati irányultságot kifejező felfogásrendet. Amikor a nyugat szellemi zavarai egyre erőteljesebben törnek ránk, s ehhez hazai szövetségeseket is szereznek, szükség van vezető kultúrharcosokra, e nem lekezelendő ellenfelekkel szemben. Egy halódó civilizáció kulturális arculatát láthatjuk a maga sokszor aberrált követeléseiben. Sokat mondó szavak és gondolatok. És azt hiszem, ha valaki megvásárolja, mert azt hiszem, hogy ez szinte természetes, jól kezdi ezt a kötetet. Mi viszont akkor beszéljünk erről a könyvről. Hiszen erre, ahogy Boros Péter is fogalmazott, és ezt megerősíthetjük, hogy erre a könyvre szükség volt. A kérdés az, hogy íve van a történeteknek, én már olvastam, milyen elvek mentén gyűjtötted egybe őket? Még egyszer szeretettel köszöntöm a tévénézőket is. Ugye kétféleképpen születhet könyv. Az egyik forma az, amikor az ember leül és elhatározza, hogy megír mondjuk egy regényt, vagy megír egy tanulmánykötetet, ami egy konkrét témaköré szerveződik. A másik pedig az, hogyha folyamatosan ír rövidebb, hosszabb írásokat, és akkor egy idő után azokat kötetbe szervezi. A verses kötetek például így szoktak elkészülni, hogy az ember ír verseket, és aztán, amikor van egy kötetnyi és valamiféle tematikai elv mentén össze tudja rendezni, akkor azt kiadja. Az én utóbbi években született eszéköteteim, most már jó pár ilyen eszékötetről beszélhetünk, hiszen volt három kulturpolitikai, tisztán kulturpolitikai kötetem, volt egy gyűjteményes vagy válogatott eszékötetem, és volt másik három olyan könyvem, amely az eszémet és a tanulmányaimat tartalmazta. Ezek úgy szerveződtek, hogy néhány év alatt megszületett, ugyanakkor időtálló, az aktualitásokat nem veszítő írásokat szerkesztettünk össze. Itt a mostani könyvnél egy váratlan felkérés volt, ami arra motivált, hogy végül is ez a könyv összeálljon. Ez pedig a Nemzeti Művelődési Intézet és Závodján Magdolnától érkezett, a Nemzeti Művelődési Igazgatóasszonyától, aki részben csinált velem egy nagy beszélgetést az elmúlt 30 évnek, tehát a rendszerváltozás óta eltelt időszaknak a kulturális folyamatairól, változásairól és kulturpolitikai fordulatairól. Részben pedig elolvasta azt az írásomat, amelyet az elmúlt 10 évnek, a 2010 óta eltelt időszaknak a kulturpolitikájáról írtam. Ez egy hosszú és összefoglaló írás, aminek a rövidített változata jelenik meg abban a könyvben, ami nem sokára el fog készülni a Matthias Corvinus kollégiumnak a kiadásában, amelyben 50 szerző ír az elmúlt 10 év kormányzásáról, Navracsics Tibortól kezdve Fazekas Sándorig, sokféle szerző, sokféle témával foglalkozik abban a könyvben.
gyakorlatilag a gazdaságpolitikától, az építészeten át társadalmi változásokig sok mindennel, és abban a könyvben én írtam a kulturális fejezetet, vagy kulturpolitikai írást, és annak a hosszabb, részletesen kifejtett változata az, amit a Magdi elolvasott, és mondta, hogy hát ezek olyan írások, amelyeket érdemes a művelődés szervező szakos hallgatóknak is, közművelési, leendő közművelési dolgozóknak is, vezetőknek is a kezébe adni, hogy minden, hogy ezt kiadnánk valamiféle külön lenyomatként, és aztán ebből lett végül egy könyv, hogy ne is külön lenyomat legyen, hanem legyen egy komplet könyv, amiben az elmúlt éveknek azon írásait válogatjuk bele, amelyek remélhetőleg nem veszítenek az időtállóságukból, és amelyek nem pusztán alkalmi írások, hanem van akár irodalomtörténeti, akár kultúrtörténeti jelentőségük, és amelyek olvasmányosak, a széles közönség számára is befogadhatóak, egy-egy esetben talán még szerethetőek is. Ezt tapasztaljuk egyébként, de azt is tudjuk, hogy a kultúrpolitika mindig kényes kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy amikor itt a különböző fejezeteket nézzük, a reménytelenség győzelme, a Tokaji írótábor, vagy éppenséggel az intézményes kultúrpolitika, az meg annyi kérdést vet fel. Hogy lehet felkészülni úgy, hiszen ezek azért külön-külön születtek, hogy Aditól Prohászkán át, a Trianon át, Széchenyik, Lebesberg, tehát mindenkivel tud foglalkozni. Nem foglalkozom mindenkivel, nem is vállalkoznék erre, nem vagyok polihisztor. Igazság szerint az igaz, amit mondasz, Lajos, hogy széles az érdeklődési köröm. De azért az, hogy sok minden érdekel, sok minden foglalkoztat, és látszólag sok mindenről írok, azért az nem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon határozott szervező elve ezeknek az írásoknak, meg egyáltalán a tevékenységemnek, amelynek egyébként a fókuszában mindig a magyar művészet és a magyar kultúra áll. Annak leginkább az elmúlt száz évnyi folyamatai értéke és eredményei, hiszen elsősorban olvasóként, nézőként, történelmet tanulmányozó, gondolkodó emberként is elsősorban a 20. század és az elmúlt néhány évtizednek, tehát a 21. század elejének a folyamatai érdekelnek. Persze ebből nem következik az, hogy az azt megalapozó, megelőlegező, a mi identitásunk szempontjából nagyon fontos. Tehát a nemzeti eszme megszületésének jegyében keletkező dolgok lennének számomra fontosak. Tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen mindig visszanyúlok a 19. század elejére, amikor támpontokat, viszonyítási pontokat és jó példákat keresek magam vagy magunk a közösségünk számára. Ráadásul ugye ebből a kötetben is látszik az, hogy bár mindig a nemzet egészében gondolkodom, és amikor nemzetidentitásról vagy akár kultúrhasszról gondolkodunk, beszélünk, vitázunk, akkor az én számomra az egész Kárpát-medencei magyarság fontos, de azért ezen túlmutatóan ebből a kötetből is egyértelmű, hogy a szülőföld és a jelenlegi lakóhelyem kiemelkedő jelentőséggel bír. Tehát akár Székesfehérvár, akár Fejér megye, azon belül is a Velencei tó, ahol élek, ezek a legfontosabbak, és minden egyes témánál előkerül, legyen szó akár az első világháborúról, legyen szó akár a trianoni békediktátumról, legyen szó azokról a nagyokról, akiknek példát akarunk, akiket példának tekintünk, és akiknek emléket akarunk állítani, így kerül bele például Prohászka is a kötetbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor egy globalizált világban vagyunk kénytelenek felmutatni a mi számunkra fontos, a mi önazonosságunkat meghatározó értékeket. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez a kötet arra is példa, ugyan egyébként a korábbi könyvemben is kísérletet teszek erre, hogy a lokalitásokat állítsuk a globalizmussal szembe fókuszba. Tehát, hogy fölértékelődjönnek a lokálpatrióta dolgok, a helyi értékek, azt is mondhatnám, hogy a helyi ízek és illatok nem csak valóságosan, hanem átvitt értelemben is. Igen, ezt tapasztalhatjuk, hiszen azt mondjuk a Tokaji írótáborban elhangzott nagyháború
Ról szóló beszéd, illetve írás, aztán a Trianon, Klebesberkuno, Aponyi Albert, Trianon az előző fejezetben is, Abba Novák mind-mind, és Prohászka természetesen, akit ha csak azt idézem tőle, ami szerepel az emléktáblán, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Ez egy kicsit bizonyos értelemben erre az egész folyamatra is jellemző, mert hogy az különösen fontos számunkra, nem csak a 100 év okán, hanem ha itt sorba vesszük, akkor ezek az írások, ezek a gondolatsorok mind-mind arról szólnak, amit az imént mondtál, hogy nemzeti értékekben kell gondolkodnunk. Ez alapvetés? Hát számomra igen. Tehát én olyan közegben nőttem föl, olyan hatások értek, amik legalább annyira fontosak voltak, mint a családi háttér, amelyből egyértelműen következett a saját utam és a gondolkodásom. Tehát én számomra a magyar nyelv az egyfajta éltető közeg. A magyar kultúra az a mindennapoknak a része. Tehát az a földrajzilag nehezen lehatárolható, de mégiscsak az egykori vagy a Kárpát-medencéhez köthető, az egykori Magyarországhoz köthető terület, amelyen jelent valamit az, hogy magyarok vagyunk. Ez egy meghatározó térség, és nem is akarok ezen semmilyen módon túllépni. Ugyanakkor nagyon foglalkoztat az, hogy mindaz, ami számomra evidens érték, ami számomra értető közeg és lelki-szellemi táplálék, az miképpen adható tovább a gyerekeinknek, a nálunknál jóval fiatalabbak, akik egy egészen más világban nőttek föl, más, hogy alakul a szocializációjuk, hihetetlen sokféle olyan ingerédőket, ami bennünket az őkorukban nem ért. Tehát az én írásaim mögött, meg az én mondhatni kulturpolitikusi munkám mögött is mindig meghatározó kérdés és szempont is az, hogy hogyan tudjuk korszerű módon a klasszikus értékeinket továbbadni. Kell, hogy szó essék a Tokaji írótáborról, hiszen ez egy új fejezet az életedben, mármint abban az értelemben, hogy sokkal nagyobb szinten, magasabb szinten foglalkozol vele. 25 éve vagyok állandó tagja az írótábornak, de tavaly óta az írótábort működtető egyesületnek az elnöke lettem. A hosszú unszolás után íróbarátaim, kollégáim, írószövetségi vezetőtársaim, azért fogalmazok, hogy vezetőtársaim, hiszen mégiscsak 6 évig az írószövetségben dolgoztam a parlamenti képviselőség előtt. Tehát az ő unszolásukra elvállaltam ezt, és egyáltalán nem bántam meg, mert tavaly nagyon érdekes és szép, egyébként a trianoni 100. évfordulóhoz kapcsolódó írótábort rendeztünk, és az előttünk álló 2 év is komoly lehetőségeket tartogat, hiszen idén pont egybesik az írótábor a hazánk V4-es elnökségével, és mi pont egy olyan tematikai írótábort akarunk tartani, hova szlovák, lengyel és cseh írótársakat is és kulturpolitikusokat is meghívunk. 2022-ben pedig 50 éves lesz az írótábor, hiszen 1972-ben rendezték meg elődeink az elsőt, és ezt az 50. évfordulót is szeretnék méltóképpen megünnepelni. Azt gondolom, hogy az a sok-sok érték, amely ott megszületett, és persze a szocializmus időszakában az a sok-sok vita és küzdelem, amely, sőt, néha a betiltás is, amely beárnyékolta az írótábor munkáját, az most egyfajta összegzésre vár, és erre az 50. alkalom jó alkalom lesz. Ez egyébként kulturpolitikai érdek is, ha úgy tetszik? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát az írótábornak, meg az írószerepnek szerintem mindig is voltak politikai vonatkozásai. Azt is feszegettem a könyvem egyik írásában, hogy nem igaz az, hogy az íróknak a közéleti szerepről le kéne mondaniuk. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek olyan módon kell politizálni, mint ahogyan én teszem, hogy politikusként is dolgozom, de hogy a közéleti felelősség és aktivitás és azoknak a témáknak a fölvállalása akár a szépirodalmi munkákban, akár azon túlmutatóan értekező elemző írásokban, amelyek meghatározzák az életünket, és ma nagyon sok ilyet tudnánk mondani mind a ketten,
azok igenis ott kell, hogy legyenek az írók fegyvertárában, és ott kell, hogy legyenek a témáik között. Persze ennek a könyvnek a címe is az, hogy kiviszi a puskát, ami ugyanakkor egy másik problémát hoz a felszínre, hogy ugyan az értelmiségi, a művész, az alkotóember politizálhat, és van közéleti felelőssége, de nem ugyanaz a felelősség, mint a politikusi felelősség, mint a döntéshozói felelősség. A címadó írás pont a politikusi és a művészi, vagy a politikusi és értelmiségi szerep különbözőségeiről, egyértelmű elválasztásáról szól, miközben egyébként egy személyiség, akár mindkét feladat, vagy mindkét feladat elvégzésére alkalmas tud lenni, még ha nem is ez a jellemző. Történjék így, bár nem lesz könnyű, továbbra sem könnyű, mondom én. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, még egyszer mondom, kiviszi a puskát, Emlékezet és politika címmel jelent meg El Simon László eszégyűjteménye. Olvassák. Köszönöm figyelmüket. A Vörösmarty Színház castingot hirdetett meg fiataloknak, a kiválasztottak a Hargitay Iván rendezte Fém című musical szereplői lehetnek. José Fernández, Jacques Lévy, Steve Mergosi, Fém a hírnév ára című darabjának dalain színészgenerációk nőttek fel. A musical a fiatal művészek útkereséséről, szánybontogatásairól, botladozásairól szól, amelynek szereplői válogatása rövidesen megkezdődik, ugyanis a Vörösmarty Színház castingot hirdetett meg fiataloknak. A darabban a felnőtt szerepeket Varga Gabriella, Kis Diana Magdolna, Kozári Ferenc és Sági Tamás játssza. A jelentkezéseket 10 perces videó felvételen várják, amelyre dallal, tánccal, verssel, hangszerrel is lehet készülni. A jelentkezést 5 tagú zsűri bírálja el. A sikeresen továbbjutók több lépcsős videókasztingon vesznek részt, amelyet a Fehérvár Televízió is közvetít majd. A határidő 2021. április 7-e. Többszörösen igaz, hogy a játék nem érhet véget holmi Covid miatt. Itt a példa. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk a színháznak a jövőben gondolkodni, a jövője az élet, és a jövője a lendület, és a jövője a fiatalok. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tudatos és jó választás ebben a szörnyű időszakban, mert miközben még most tetőzik talán a járvány, nekünk már arra kell gondolni, hogy föl kell építeni újra mentálisan egy várost, egy országot, vagy legalábbis ebben segítséget kell nyújtanunk a magunk lehetőségeivel, és ebben egy fiatalokról szóló, vidám, lendületes, drámai, zenés, mozgásos, zenés darab, az musical, az rendkívül sokat tud szerintem segíteni. Pont az jutott eszembe, hogy amikor először lesznek majd az országban előadások, akár szabadtéren, de főleg majd a színházok épületén belül, szerintem nem az előadásokról fognak szólni azok az ott létek, hanem én nagyon szeretném, hogy minden színház készítsen egy felvételt a nézőkről, amikor elérkezik a taps ideje. Mert ott nem azt fogjuk megünnepelni, hogy milyen jó az előadás, hanem azt fogjuk megünnepelni, hogy élünk, az, hogy együtt vagyunk, és ennek egy kifejeződése is csodálatos csatornája a színház. Szerintem elképesztő ünneplések lesznek szerte az országban, egészen megható és szívbe markoló gyönyörűséges ünneplések lesznek majd, amikor először megnyílhatnak úgy a színházak, hogy működnek. Szinte ahhoz, hogy tudnám hasonlítani, amikor egy nagy háború után van egy új nyitás. Akkor szokott lenni egy ilyen eufórikus örömünnep, életigenlés, és szerintem ilyenek lesznek ezek az első előadások nézők előtt. A Fém ezek közé tartozik, tehát hogy itt igazából duplán felelősségünk az, hogy valami olyat adjunk a nézőknek, ami nagyon sok hónapra, akár évre, évekre elegendő muníciót és energiát ad. Elhunyt Dinnyes József. A daltulajdonostól egy legutóbbi találkozásunkon rögzített beszélgetéssel és természetesen dallal búcsúzunk. Nem érdekel, barátaim, hogy közületek ki a hős,
Négy évtizedes barátság tükrében eleve elrendelés, hogy a hittelenítés a Móré, a visszatérítés pedig a daltulajdonos Dinnye és Jóskáé. Nagy csata volt ez a ennek a költőnek a úgymond megismerése. Megdöbbentem, amikor a karantén idő elkezdődött, és akkor elhatároztam, hogy ha már itthon kell maradni, valami hasznosat tegyek. Az első ötlet az volt, hogy a Facebookon 40 napon keresztül, miután a karantén 40 napig csak eltart, 40 napon keresztül ezt a bibliai sorozatot, napok számában értem én, minden nap egy félórás adást szerkesztettem magamnak, és 500 év magyar történelmét elkezdtem elénekelni. 1200-1300 látogatón volt. Reggel fölébredtem, mondom, hát miért készüljek én az estére, déltől elég az arra fölkészülni. Ezért elővettem a közép generációt, a közép nemzedék költészetét, Tóth Krisztát, Kemény Istvánt, Vörös Istvánt és a többieket, akik Deák Mórral egyidősek, és közte volt Deák Mór. És mindegyik költőnél találtam valamilyen rokonságot, Petőfis, vagy József Attilás, vagy Nagy László ízű. Szóval mindegyiknél volt apa kép, hogy így mondjam, ezt persze idézőjelben mondom. A család hang megszólal. Petőfis, Arany János után ugye jöttek, vagy közben jöttek a Petőfi hangú költők, és mai napig van József Attila ízű költészet a magyar irodalomban. És Deák Mór senkit nem utánozott. Semmi egyéni vers hangulatot kölcsönzött az érzéseinek, és ez engem megfogott. És mikor ez elkezdett bennem zenévé dallamosodni, akkor rögtön a kis házi stúdió mikrofonjához fordultam, és fölénekeltem. És ugye levadáztam a címét, és hát elküldtem neki elektronikusan, hogy hallgasd meg. És ő döbbent meg a legjobban. Mikor a tizediket küldtem már, minden nap egyet vagy kettőt megzenistettem, így délelőttönként, a reggeli kávé után ez volt az első, és szóval nem a kocsmába mentem le, hanem Mórt fogyasztottam, egy kis Móri ezer jó volt, és egyszer csak közli velem, hogy Jóska, mennyit küldesz, mert már dallamtapadásom van. Kiderült, hogy a saját versei jutnak eszébe az én dallamaimmal. Akkor kezdtem elégedett lenni. Tehát megtaláltuk egymást. Ugyanis ha a költeményből nem hallom ki a saját gondolataimat, képtelen lennék rá dallamot kitalálni. És azok a ritmusok, amelyeket a magyar nyelv titkos rekeszéből elővarázsol egy költő, az, ha nem hoz belőlem ritmusokat, dallamritmusokat, akkor nem lesz belőle ének. Miután 50 éve vagyok hivatalosan zeneszerző, elégedett vagyok ezzel a sorozattal, és 40 nap alatt kész lett a hangfölvétel, kész lett, és tudtunk találkozni, és tudtunk válogatni, és megvan az új lemez. Minden költőnek járnak, asszony is vagy, örökkön örökké keres valamit.
csodálkozik, Dani a világ, de ő még takarít. Minden költőben gyermek is lakik, úgy is lefogják majd a szemeit, mert nem csak lát, képes láttatni is. Minden költőben gyermek lakozik, ám a világnak felnőttet alakít. Minden költőben férfi is lakik, aki megvívja forradalmait. A kicsi harc is fájhat egy kicsit, minden költőben férfi lakozik, aki elveszti forradalmait. Minden költőben költő is lakik, és mindig mondani akar valamit, s mert költő hát önmagára val, és ha kell, naponta belehal, mert félnek tőle is, kinevetik. A költő már nem lakik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!